Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Melyik férfi az igazi? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Emina számára. Kedves Emina, üdvözöllek téged! Neked van egy tartós párkapcsolatod, de megjelent egy másik férfi is az életedben, és a kérdés az, melyik férfi az igazi? Maradj a párkapcsolatodban, vagy adj lehetőséget erre az új szerelemre. Ezt megnézzük most ennél a jóslásnál. Ez a felső kártya mutatja a te jelenlegi helyzetedet. Természetesen utalhat vallási témákra, vagy egy spirituális területre. Amit ez a fő pap mutat, az a hited. Miben hiszel? Az is lehet, hogy ez az új párkapcsolat, ez a férfi, aki most belépett az életedben, ez egy isteni segítség volt, és van közöttetek egy ilyen sorsút, vagy egy lelki kapcsolat mély érzelmekkel. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy mi gyengít téged. Itt ezen a helyen azt mutatja ez a kártya, ami téged gyengít. Itt erőről van szó, és az azt jelenti, hogy te erőtlennek érzed magad, fáradt vagy. Arra is utalhat, hogy nincs meg ez a belső erő, ez a belső hit, hogy a jövőd jóra fordul. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy mi segít neked, mi ad erőt neked. Ez a kártya utal a belső egyensúlyra, erre a harmóniára, ami neked erőt ad. De itt mérlegelni kell a dolgokat, elgondolkozni azon, melyik férfi az igazi. Nem kell elsietni a dolgokat, hanem figyelj befele. Mit mond a szíved, hallgass az érzelmeidre. Most megtekintjük a párodat, akivel már régóta együtt vagy, az ő jelenlegi helyzetét, vagy hogy áll ő a dolgokhoz. Ennek a kártyának több jelentése is van. Az egyes szám jelentheti azt, hogy ő kezébe veszi a dolgokat, azt, amit ő tervez, szeretné megvalósítani, mert itt a föld eleméről van szó, tehát megy ezen az arany úton. De az egyes szám azt is jelentheti, hogy szeretné azt, ha ő állna a középpontban, tehát mindig magára gondol. Itt az érméknél anyagi dolgokról van szó, munkahelyi dolgokról, de értékekről is, belső értékekről is. Ő elvárja azt, hogy te értékeld őt, vagy az anyagiak állnak a középpontban. Mivel itt a föld eleméről és értékekről is szó van, jelentheti azt is, hogy ő téged birtokba szeretne venni, vagy úgy gondolja, hogy te az ő tulajdona vagy, és féltékeny. Mi az, ami gyengíti a párkapcsolatot az ő részéről? Ezt mutatja a következő kártya. Ez a kép azt mutatja, hogy minden a feje tetejére állt, gyakran úgy érzi, hogy elveszíti a talajt a lába alól, félelmei vannak, hogy elveszít téged. Viszont ezt a kártyát meg lehet fordítani, és megnézzük, hogy akkor az mit jelent. Ha így tekintjük meg ezt a kártyát,
akkor látható ez az elegáns mozdulat, ez a könnyűség, és a lába megérinti a talajt, és akkor az adja számára a biztonság érzetét. De hogy jut ő el ehhez? Másképp kellene látni a dolgokat. 180 fokkal megfordítani, az érmének mindkét oldalát megtekinteni, nem csak azzal foglalkozni, amit ő szeretne, hanem oda kellene figyelni arra, amit te szeretnél. Mit tud ő számodra nyújtani, azt mutatja a következő kártya. Ezen a képen látható egy királynő, és ez a királynő uralkodik a víz eleme felett. A víz eleme pedig jelenti az érzelmeket. Az azt mutatja, ő szeret téged, te vagy a királynő az ő életében, akkor is, ha ő ezt nem mondja számodra, de biztos lehetsz az ő érzelmeiben. Amennyiben te úgy döntesz, hogy ebben a párkapcsolatban maradsz, akkor mi várható rád a jövőben, azt mutatja a következő kártya. Ezen a kártyán látható a 8-as szám, az azt jelenti, köztetek mindig van egy ilyen húzavona, nézeteltérések. Viszont ha van egy közös cél, és ez mindkettőtöket lelkesít, akkor ebben az esetben lehetséges kettőtök között a harmónia. De én úgy gondolom, hogy ti másfele tekintetek, ezért én úgy gondolom, hogy előbb vagy utóbb itt változás lesz, és te eltávolodsz tőle. Most megtekintjük a másik férfit, ezt az új kapcsolatot, ha egyáltalán van köztetek kapcsolat, de téged érdekel ez a férfi, mi az ő jelenlegi helyzete. Itt ezen a kártyán látható egy torony. Az arra utal, hogy ő fogva érzi magát, mert korlátozások vannak, innen ki szeretne lépni, vannak megújulások, valamit szeretne lezárni, elégetni, a múltat maga után hagyni, és szeretne egy kiutat, szeretne egy új kezdetet. Mi az, ami őt gyengíti, azt mutatja a következő kártya. Amit ez a kártya közöl, az jelenti az ő gondolatait és terveit, de nem tudja hogyan tovább, nem tudja milyen lépéseket kell, hogy tegyen. Ő hisz abban, hogy szerencse lesz, de fél a tettektől, nem tudja, mi várható. Egy lépés előre, van alatta egy talaj, vagy lezuhan a mélybe. Ő bizonytalan. És most megtekintjük azt, hogy mi erősíti őt, mit tud nyújtani számodra. Ezen a kártyán láthatunk egy fiatal férfit, az utal az időre, hogy hamarosan a tettek embere lesz, kezébe veszi a dolgokat, és ez az arany érem utal a föld elemére, azok a tettek, a reális dolgok, és az azt közli veled, amit ő tervez, azt szeretné megvalósítani. Természetesen az érmék jelentik az anyagiakat, a munkahelyi dolgokat, ami a párkapcsolatra kihat, azok az értékek. Te értékes vagy számára, és ő szeretne téged megtartani, ő kíván egy tartós párkapcsolatot, de nem sieti el a dolgokat.
kicsi lépéseket tesz, de kis lépésekkel is elérhetőek a célok. Amennyiben őt választod, akkor megnézzük a jövődet. Azt mutatja a következő kártya. Itt látható a sors kereke. Az jelenteti azt, hogy ez meg van írva a sorsok könyvébe, a csillagképekben, tehát ez a találkozás nem véletlen. Az is lehet, hogy ő a lelki társad, és ti ismeritek egymást a korábbi életből, de a sors kereke jelenthet változásokat is. Egy sorsdöntő fordulat ezzel a kapcsolattal megváltozik az ő sorsa, de a tiéd is. Az utolsó kártya segít neked, hogy hogyan tovább, leírja a jövődet. Ezen a kártyán látható a kettes szám, te és ő. Itt nincs harmadik személy. Hamarosan döntéseket fogsz hozni. A kérdés az, melyik az igazi. Itt mérlegelni fogod a dolgokat. Ha az anyagiak állnak a középpontban, akkor elveszíted az egyensúlyt. Hallgass a lelkedre, hallgass a szívedre, mert ez az utad, ez az életutad. És most jön egy lelki üzenet. Hamarosan lesz egy kellemes meglepetés, és ezekre az újdonságokra számíthatsz. Ez volt a lelki üzenet. Kedves Emina, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra.